Sorra érkeztek az ellenzéki és kormánypárti képviselők az országgyűlés alakuló ülését előkészítő bizottsági ülésre délelőtt a parlamentbe, ahol nagyjából egy órán keresztül értekeztek. Egy tényt szeretnék rögzíteni, hogy a baloldali pártoknak eszük ágában nem volt megállapodni. Kocsis Máté kijelentette, fenntartják javaslatukat, hogy a tisztségeket kétharmad, egyharmad arányban osszák el a kormányoldal és az ellenzék között, noha az ellenzék létszáma csökkent a 4 évvel korábbihoz képest. Mivel nem született megállapodás, a házelnök tesz javaslatot a tisztségekre. A baloldali pártok elkezdik majd okolni Kövér László házelnök jelöltet, vagy házelnököt, mi szerint nem kapták meg, vagy nem kapják meg tőle a kellő számú helyüket, pedig megfogják. Az ellenzéki képviselők közül senki sem állt a sajtó elé. A 6 párt közös közleményt adott ki arról, hogy a Fidesz elutasítja a parlamenti tisztségek és bizottsági tisztségek 30 éves szokásjogának megfelelő, a frakciók létszámarányát kifejező elosztását, és elfogadhatatlannak tartják, hogy a Fidesz hatalmi szóval akarja átírni a választók akaratát és a szélsőséges Mi Hazánkat kívánja, messze parlamenti létszámarányát meghaladó mértékben parlamenti tisztségekkel jutalmazni a demokratikus ellenzéki pártok rovására. No, mit gondolni, hogy Duró Dóra mindjárt megtudjuk, ami az ön képviselőt, a jó reggelt kívánok, jó reggelt kívánok. Szóval miért? Mire alapozzák ezt a fajta arányt az elosztás tekintetében? Ez egy tényszerű hazugság, ami a balliberális pártok közleményében megjelent. A Mi Hazánk mozgalom nem fog a parlamenti súlyát meghaladó bizottsági tisztségekhez hozzájutni. Nem tudom, hogy honnan vették egyáltalán ezt az ötletet vagy gondolatot, hiszen el sem jutottunk a tárgyalásokon a bizottsági tisztségek megvitatásáig. Illetve az oka annak, hogy végül is nem jutottak előre tekintetben? Hát elég zavaros volt a baloldalnak a hozzáállása. A 6 baloldali párt 4 ütemben kivonult gyakorlatilag a megbeszélésről, és semmiféle konstruktivitást nem mutattak, holott az ellenzéknek összességében több mint 100 helyről, illetve tisztségről kellett volna döntenie, és ez a hozzáállás sajnos előrevetíti azt, hogy mi várható az érdemi parlamenti vitákban, mert itt nyilván tisztségekről van szó. A Momentum azzal kezdte gyakorlatilag a parlamenti politizálását, hogy kiszállt a versenyből, hiszen bejelentették, hogy nem is vesznek részt az alakuló ülésen. Innentől kezdve az ő képviselőik nem teszik le az esküt, tehát nem is válnak képviselőkké. Mégis ott voltak a bizottsági helyekről, tisztségekről szóló tárgyaláson, holott nem tölthetnek be addig tisztségeket, helyeket, ameddig nem teszik le az esküjüket. Én úgy tudom, ez késleltetve ugyan, de majd meg kívánják tenni. De ez valóban a tegnapi napra még nem jelentett akkor ezek szerint érvényes jelenlétet? Így van, tehát később leszeretnék tenni, ugyanakkor arra semmilyen jogszabály nem vonatkozik, hogy mikor fogják megtenni azt, hogy ők letehetik az esküt, de eleve a hozzáállásuk is kifogásolható a tekintetben, hogy nem vesznek részt már az országgyűlésnek az alakuló ülésén sem. Az emberek azért választották meg ezeket a pártokat, ezeket a képviselőket, hogy munkát végezzenek, és egy ilyen helyzetben, amikor az élelmiszer ellátás veszélybe kerülhet, amikor az energiafüggőségünk miatt Magyarország energiaellátása is veszélybe kerülhet, ilyenkor különösen felelősen kellene eljárnia egy politikai erőnek, nem pedig sértődőset játszani. Igen, hát Orlovszkai László meg is fogalmazta a szó szerinti kritikában, hogy óvodás hozzáállásnak tartja ezt a Momentum részéről, de visszatérve őre, és az elejére, amit kérdeztem, nem tudom, hogy nem jól értettem-e, vagy nem pontosan fogalmaztam-e, a sajtótájékoztató Mi Hazánk elnöke elismételte korábbi követelését, mely szerint ugyanannyi parlamenti pozíciót kérnek maguknak, mint amennyit az egységben Magyarországért Pártszövetség, mert hogy indoklásuk szerint a választásokon induló listák között kell kiosztani a parlamenti posztokat. Ez az Index tudósításából nem tudom, mennyire pontos. Semennyire nem pontos, nem ez hangzott el. Tehát az, hogy a bizottsági tisztségek elosztásakor azt vegyük figyelembe, hogy 3 lista jutott az országgyűlésbe, ez kiindulási alapként valóban a Mi Hazánk mozgalom ezt megfogalmazta. Ez nem azt jelenti, hogy ugyanannyi helyet kérünk magunknak, mint a balliberális ellenzék, hiszen nyilván több képviselőjük van, többen szavaztak rájuk, ezt elismerjük. Ugyanakkor olyan frakciók ülnek abban a tömbben, amelyek maguktól el sem tudnának indulni egy választáson, tehát például a Párbeszédnek 7 fős frakciója van, amely egy kreálmány, hiszen a Párbeszéd, mint párt, nincs jelen a magyar társadalomban. Egész más legitimációja van, mint a Mi Hazánk mozgalomnak, amely önálló listán indult el, saját maga állított képviselőjelölteket és saját
saját erejéből jutott be az országgyűlésbe. De maguk a balliberális pártok sem frakciókban gondolkodnak, ezt mutatja, hogy például Márki-Zay Péter, amikor az előválasztás zajlott, megnevezte, hogy ő a Párbeszéd frakciójába ülne be, majd most, amikor lemondott a mandátumáról, az ő mandátumát a Jobbik kapja meg. De a DK szintén adott az LMP-nek egy képviselőt azért, hogy legyen egyáltalán frakciója, tehát ez mutatja, hogy egészen komolytalan lenne, hogyha a frakciók létszámát vennénk csak figyelembe. Ráadásul a Momentum, mint 11 fős frakció, kiszállt ebből a versenyből, hiszen a képviselőik bizonytalan ideig nem is teszik le az esküt. Tehát egy bohózat, ami a baloldalon folyik. Nekünk teljesen világosak az elvárásaink, a javaslataink, és ez még egyszer mondom, azok a tisztségek, azok a bizottsági tagságok, amelyeket a Mi Hazánk mozgalom be fog tölteni, nem haladják meg a parlamenti súlyunkat. Jó, ezeket ismételni, hogy milyen bizottsági pozíciókra számítanak? Mindenképp szeretnénk a Nemzetbiztonsági Bizottság elnöki tisztségét megszerezni, hiszen láttuk azt az elmúlt időszakban, hogy a globalista érdekek mentén szólalt fel nagyon sokszor a baloldal, és úgy gondoljuk, hogy sokkal inkább szolgálná a magyar nemzet érdekeit, hogyha Mi Hazánk mozgalom vezetné ezt a bizottságot. Emellett a Vállalkozásfejlesztési Bizottság az, amelyet szintén kulcsfontosságúnak tartunk, hiszen rengeteg vállalkozás az elmúlt két évben a koronavírus okozta lezárások miatt rendkívül nehéz helyzetbe került. Itt egy nagyon nagy szemléletváltásra van szükség ahhoz, hogy ezeket a vállalkozásokat is meg tudjuk menteni, meg tudjuk erősíteni, és egyáltalán a multicégek helyett a magyar kis- és középvállalkozásokat erősítse meg a kormány politikája, ezért szeretnénk a Vállalkozásfejlesztési Bizottságot. Mindenképpen szeretnénk a Mezőgazdasági Bizottságba is legalább tagot vagy alelnököt delegálni, hiszen a Mi Hazánk mozgalomnak a Víradat programja is kiemelt ágazatként tekint a mezőgazdaságra, hiszen Magyarország adottságaiból kifolyólag is egy agrár adottságokkal rendelkező ország, és éppen a háború vagy az élelmiszerellátási nehézségek, amelyek várhatók, azok szintén megerősítik a szerepét ennek a bizottságnak is. Akkor ezek szerint nem csak az iménti indexes interpretációt cáfolja, hanem azt is, vagy az ügyben is kétségé vannak, vagy nem tartja hitelesnek Kocsis Máté tegnapi azon felvezetését, mely szerint Kövér László fogja most már kiosztani a bizottsági tisztségeket? Tehát ez még nem lefutott, nem lezárt folyamat? De lezárt folyamat, és ez erről jogszabály rendelkezik, hogyha nincs megállapodás a pártok között, már pedig a baloldal tegnap azt jelezte, hogy nem hajlandók megállapodni, akkor ez automatikusan a házelnök feladata lesz, hogy a bizottsági struktúrára, tisztségekre és az országgyűlés egyéb tisztségeire javaslatot tegyen. Tehát ez nem Kocsis Máté döntése, hanem a jogszabály rendelkezik így. Na, akkor teljesen más témáról beszélünk, a Pride-ról, amelyel kapcsolatban idén is meglépte a Mi Hazánk azt a, nem tudom, taktikainak minek számító lépést, hogy lefoglalta gyakorlatilag az András utat a Pride tervezett idejére. Mit várnak ettől, gondolják, hogy hát az indokokat nem is kérdezem, bár elmondhatja, ezt minden évben megismétlik, de gondolja, hogy ez eredményes lesz olyan szempontból, ettől el fog maradni a rendezvény, vagy esetleg csak más útvonalat elődik? Hát arra nincsen nyilván lehetősége sem a Mi Hazánknak, sem senki másnak, hogy az egész országot lefoglaljuk egy rendezvényre egy adott időpontban, tehát más útvonalon nyilván lehetőségük van megtenni, mégis azért ez szimbolikus az Andrássy út és azok a terek, amelyeket szintén sikerült lefoglalnunk. Eltökélt szándékunk volt a családok védelme, a programunkban is szerepelt, és az országgyűlésben is fogjuk folytatni ezt a politikát, mert úgy gondoljuk, hogy ennek a felvonulásnak nincsen helye a közterületeken. Ráadásul óriási kettős mércét is alkalmazott a rendőrség a Mi Hazánk rovására, amikor például a mi korábbi, akár Törökszent Miklósra bejelentett vonulásos tüntetésünket betiltották, éppen a környező lakosság védelmére hivatkozva. Ebben az esetben ez soha nem merült fel a rendőrség részéről érdekes módon, ezért nekünk kellett cselekedni. Mi nem petíciózgatunk, nem hisztizünk, nem kivonulgatunk, hanem a rendelkezésre álló eszközökkel igyekszünk a saját politikánkat érvényesíteni és megvalósítani a még egy fontos kérdés a végére, már csak fél percünk van, azért kérdezem meg, hogy a 6 vagy 7 fős frakció ügyében letettek-e már a egy fő plusz parlamenti képviselői mandátumról, vagy harcolnak-e még ezért, és milyen reményekkel? Az összes jogorvoslati lehetőséget kimerítettük. A kúria mondta ki a végső szót, hogy a választás végeredménye az, amelyet megállapítottak, így e tekintetben sajnos nincs már hova fordulnunk. Túró Dóra, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm a lehetőséget.